Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Közjogi értelemben a tegnapi népszavazás nem kötelezi a Magyar Országgyűlés törvényalkotásra. A kérdés az, érvényt akarunk-e szerezni az emberek tegnapi döntésének? Ha igen, akkor ezt megtehetjük. A Kereszténydemokrata Néppárt és a Fidesz azt tartja helyes, becsületes és szükséges lépésnek, hogy adjunk közjogi súlyt az emberek egybehangzó akaratának. Ezért kezdeményezem az alaptörvény módosítását a népszavazás szellemében. Frakció képviselői 5 percben válaszolhatnak miniszterelnök úr felszólására. Először Tóth Bertalan képviselő úrnak, az MSZP frakcióvezetőjének adom meg a szót, és egyben a lehetőséget, hogy elnézést kérjen mindannyiunktól. Parancsoljon! Miniszterelnök úr egészen más filmet nézett tegnap este, mint a népszavazást. Szeretném önnek elmondani, hogy az eredmény 5-3. A választó polgárok többsége, 5 millió ember tegnap úgy döntött, hogy nem vesz részt a Fidesz által rendezett értelmetlen, drága és hazug színjátékban. Következő felszólóként volna elnök úrnak adom meg a szót, parancsoljon, képviselő úr. Itt most meghallgathattuk az ön sikerpropagandáját a népszavazással kapcsolatban, de én azt gondolom, hogy mindennél többet elárul az ön valódi érzéseiről, hogy ön ezt valóban a szíve mélyén sikernek vagy kudarcnak élje meg a tegnap este, amikor ön egy sajtótájékoztatón értékelte a népszavazás eredményét, csak a sajtót nem merte beengedni. Ön egy hazárdjátékot játszott Magyarországgal, a belpolitikai egójának nem tudott parancsolni, és elveszítette ezt a küzdelmet. Fölfogta ön egyáltalán, hogy mekkora kárt okozott a saját hazájának a felelőtlenségével? Jelen pillanatban a népszavazás után Magyarország pozíciója a kvóták elleni harcban rosszabb, mint a népszavazás előtt volt. Ide jutottunk. Brüsszelnek ön adott egy aduászt a kezébe, amivel élni fognak, mert azt mondják, majd Brüsszel csak ezt fogja érdekelni, nem fogja érdekelni Habony Árpád kommunikációs javaslata, miniszterelnök úr. Brüsszelt azt fogja csak érdekelni, hogy ön érvénytelen népszavazásba vitte bele az országot. A kvótákat elutasító magyar emberek több mint a fele otthon maradt. És tudja, miért maradt otthon, miniszterelnök úr? Ön miatt. És azt üzenték önnek, miniszterelnök úr, hogy bár elutasítják a kvótákat, félnek a migrációtól, félnek a terrorizmustól, félnek a multikulturalizmustól, de az ön túlhatalmától még jobban félnek. Ezek az emberek ezt üzenték önnek, és azt gondolom, hogy ez is abba az irányba mutat, mint az ön külpolitikai fegyver nélkülivé válása, ez pedig az, hogy önnek le kell mondania. Kvázi ügyrendi kérdést vagyok kénytelen intézni, és Mukerzsévet asszonyhoz, az LMP frakcióvezetőjéhez, hogy Szél Bernadett képviselő milyen minőségében kíván felszólalni. Ja, társelnöki minőségében szeretne hozzászólni. Frakcióvezető asszony, a házszabály ezt a titulust nem ismeri, mély sajnálatomra. Igen, akkor... Frakcióvezető helyettes. És ezt mikor tetszettek a számunkra írásban tudatni, hogy képviselő asszony megválasztotta a frakció helyettes vezetőjének? Igen, rövid időn belül. Akkor legyen szes ön. Ha kívánnak felszólni, akkor önnek megadom a szót. Sajnos Szél Bernadett képviselőasszonynak a házszabálya ellentétes módon tudnám csak megadni a szót ebben a vitában. Úgyhogy kíván-e szólni, frakcióvezető asszony? Köszönöm szépen. Kósa Lajos képviselő úr következik, a Fidesz frakcióvezetője. Magyar miniszterelnök hívó szavára még soha ennyien a rendszerváltás óta nem értettek vele egyet. Külön figyelemre méltó az, hogy a lemondását olyan politikus követeli, aki nem olyan régen még azt mondta, hogy az emberiség utolsó mentsége a muszlim vallás. Tököli Imrék és mások Magyarországon, akik egyébként a kereszténység ellen a törökkel is szövetkeztek volna, nem ismeretlen ez a magatartás. Valószínűleg, ahogy az MSZP tegnap, úgy 1526-ban Nagyváradon, Szapolyai János is igencsak örült annak, hogy nem sietett a török ellenében a magyar király védelmére és a magyar király támogatására. Gratulálok hozzá, ismerjük a Tököli Imréket, ismerjük a Szapolyai Jánosokat. Csak az ország járt vele végzetesen rosszul. Lelepleződött az a tény, hogy az ellenzékre Magyarország saját védelmében nem számíthat. Köszönöm a figyelmet! Kénytelen vagyok Szapolyai János és Tököli Imrét megvédeni a méltatlan összehasonlítástól. Harag Péter frakcióvezető úré a szó. Sokan emlegetik
a kevés miatt, hogy az a bizonyos érvényességi küszöb nem történt meg. Mondok én néhány olyan országot Európában, amelyekben ez az arány elsöprő többség és szóba se került volna az érvényesség kérdése. Ausztria, Belgium, Franciaország, Finnország, Németország, Írország, Luxemburg, folytassam, de még Amerikában is. Ha jól értem, akkor van itt egy vita arról, hogy akkor most a Jobbik vagy az MSZP nyerte meg a népszavazást. Érdekes vita ez. Ez a logika a vesztesek logikája. A győztesek mindig a leadott szavazatokra hivatkoznak, a vesztesek meg mindig az otthon maradottakra. Most is ez itt a helyzet, úgyhogy magam sem tudom, most az MSZP vagy a Jobbik nyerte meg ezt a választást. Beszéljék ezt meg egymással, azt gondolom, ehhez mi kormánypárti képviselők nem is vagyunk szükségesek. Nem veszem magamnak a bátorságot, hogy sértegessem azokat, akik elmentek, azzal, hogy csak azokat minősítem normálisnak, akik otthon maradtak, mert önök ezt tették. Tehát mi nem sértegetjük azokat, akik elmentek, és szemben önökkel azokat sem sértegetjük, akik nem mentek el. Egy dolgot tudunk biztosan. Nem mentek el, mert ebben a döntésben nem akartak részt venni, és pontosan tudták, hogy a döntés nélkülük fog megszületni. Mint ahogy a döntés meg is született, és a kifejezett állampolgári akaratnak megfelelően fogunk mi eljárni. Amikor otthon maradtak, ők ezt pontosan tudták. Azt már látom, hogy önök futballszurkolóvá alakultak, és a Brüsszel-Budapest mérkőzésben a Jobbik Brüsszelnek szurkol. Jól hallhatóan Brüsszelnek szurkol, és nem Budapestnek, nem a magyar kormánynak, horribilia dictu, nem nekem, aki ezt a csatát vezetjük. Ezt önök azért támogatják Brüsszelt a magyar kormány ellenében, és azért akarják, hogy én lemondjak, hogy utat tudjanak nyitni pénzügyi érdekeknek. Megvett emberek, fogott párt. Így állunk, uraim, tudjuk ezt, önökre nem számíthatunk a Brüsszellel folytatott csatában. Én egy dologgal tartozom itt, világossá tegyem az önök számára, hiába a jobbikos konditermes fodrászos ellenszurkolók, hiába az európai baloldal összeadott ereje, nekem egyetlen dolgom van, megpróbáljak érvényt szerezni a magyar választópolgárok döntésének, és meg is fogok tenni mindent annak érdekében, hogy ez sikerüljön. Önök meg fogadjanak úgy, ahogy akarnak, ne becsüljék alá a magyar kormányzó párt erejét. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!